Sziasztok! Ez a pergamenre hány szavak csatornája és a mai videóban azokról a könyvekről fogok beszélni, amik duplán itt vannak a polcaimon. Szóval vannak olyan könyveim, amik több kiadásban is a polcomon vannak és hogy ez miért van, meg hogy jön ez így össze, arról fogok most beszélni. Ez egyébként a férjem miatt jutott eszembe, aki a napokban megszerezte a harmadik kötetét ugyanabból a könyvből. Úgyhogy beszéljünk arról, hogy ez hogy jön össze, hogy nektek van-e ilyen a polcotokon, és miért, és hogy nekem is mikből vannak dupla kiadásaim, mert hogy ez a legtöbb, ami van nekem egy könyvből, egy történetből, az, hogy kettő van belőle. Nincs olyan, amiből három van, meg négy, meg ilyenek, de lehet, hogy még lesz, ki tudja. Az első és legegyszerűbb az a Narnia sorozat, amiből nekem itt van az összes kis kötet, mind a hét rész. Na, ebből a hét részből nekem nem volt meg az összes, hanem csak néhány, aztán néhányat, kettőt ajándékba kaptam egy követőmtől, akinek már nem kellett, mert neki kettő volt belőle, és akkor utána a harmad kiadó kiegészítette nekem a maradékkal, szóval most már itt van az egész sorozat, és imádom ezeket a kicsike ödeteket, de még jobban imádom ezt a nagy verziót, amiben szintén benne van mind a hét rész. Na hát szerintem itt nem kérdés, hogy miért van nekem kettő ebből. Egyrészt imádom a Narniát, az egész gyerekkoromat végig kísérte, és bár felnőttként olvastam a könyveket, de továbbra is azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó történet, és Csodálatos ez az egybekiadás, és bár mint egybekiadást, inkább csak nézegetem a polcomon, és hogyha olvasnám, akkor biztos elővennék egy ilyen kis könyvet. mégis azt érzem, hogy ez csodálatos, hogy ez így is kiadásra került, és egyébként én szívesen elolvasnám így is, viszont, hogyha újra belekeztek a narniába, akkor lehet, hogy a kisugomnak fogom felolvasni. Őt viszont ez jobban megrémíteni, mint ez, úgyhogy emiatt talán a kicsikhez nyúlnék inkább. De én egy percig nem bánom, hogy kétszer van meg a polcomon ez a sorozat. Nagyon-nagyon jó, hogy mind a két hiadásban lehet kapni. A következő ilyen az az Emma amiből van egy lazis kiadásom, amit tavaly el is olvastam, illetve van egy olasz verzióm, amit én Olaszországban vettem, mert Jane Austen, és mert úgy voltam vele, hogy valami szuvenírt szeretnék hozni, és mivel én tanultam olaszul, és nagyon szeretem a nyelvet, ezért arra gondoltam, hogy akkor legyen egy olasz könyvem. Persze soha nem fogom tudni elolvasni, mert már nem is emlékszem az olaszra azóta, de örülök, hogy megvan ez a kötet, és hogy van egy olasz könyvem a polcamon, ez egy ilyen nagyon puha Borító, tehát kemény borító, de olyan kis puha levegős, mint a gyerekkönyvek. És, és nagyon szép kiadás. Igazából ez csak dísznek van. A következő ilyen, az az éhező fiadala kiválasztott része, mert hogy ebből is megjelent egy új kiadás, ez ugye egy összeillő trilógia, ilyen díszdobozza meg mindenne, ez pedig a régi kiadás, és egyelőre még nem tudtam ezt eladni, továbbra is eladó, mert hogy én e-bookként olvastam az éhezők védelát, és ezt a részt megvettem, mert éppen akkor eltört az e-book olvasóm, és amíg nem lett új, addig nem akartam várni az olvasással, és ezért ezt az egy részt megvettem, szóval ez az egy rész így önmagában elég indokolatlan a polcomon, úgyhogy ezért van ebből kettő, viszont egyébként nagyon jól olvasható, és, és nagyon jó ez a régi kötet is, de mióta már van új, azóta nyilván nincs szükségem erre így külön. Úgyhogy ebből ezért van kettő nekem. Az utolsó ilyen pedig az üvöltő szelek, amiből megszereztem ezt a csodálatos kiadást. Ezt egy követőm segített megszerezni, mert láttam nála, és mondta neki, hogy hát ez csodálatos, hol lehet ilyet venni. És így ez a kötet lett meg nekem, kemény szerintem 1000 forintért. Ez egy nagyon régi Európás kiadás, és igazából szövegszinten nem tudom, hogy ez mennyire olvasható. Picit rövidnek tűnik nekem, tehát kicsi, és több mint 350 oldal. De hát remélem, hogy ez a teljes szereket tartalmazza, mert azért ez sokkal nagyobb, és ez az angol verzió, ami ugye kevesebb szót szokott tartalmazni általában tapasztalatom szerint, mint egy magyar fordítás. Ezt viszont Angliában vettem, és ezt is szuvenírként vettem, és igazából érdekel is, hogy angolul milyen az üveltőszelek. Nem hiszem, hogy nagyon el tudnám olvasni egyébként, de érdekel, hogy milyen a szóhasználata, meg csodálatos ez a könyv, és mindig szerettem volna egy ilyen pingvin kiadást, és hát sokat gondolkodtam, hogy melyiket vegyem meg, és végül arra jutottam, hogy hát az egyik kedvenc történetemet kellene. Úgyhogy ezért vettem meg ezt, hát ez is csodálatosan néz ki. Nagyon örülök, hogy hogy a polcomon van, viszont amióta ez megvan, azóta éreztem, hogy kellene nekem egy magyar verzió is, hogyha fel akarom lapozni, akkor egy könnyen olvasható magyar verziót tudjak fellapozni, úgyhogy ezért van kettő, de egyiktől se válnék meg soha. És akkor ugyanígy van két példányom a Breaking Down-ból, ami az alkonyat utolsó része, megvan a magyar, és megvan az angol, amit anyukám szerzett egy ilyen könyvtári leltározás során, Szóval az nincs most itt nálam, az angol verzió, de azt olvastam is angolul, és tök jó, hogy megvan, mert érdekelt, hogy angolul milyen olvasni az alkonyatot, egyébként nagyon könnyű. Erről van is egy külön videóm, amikor ezt olvastam, angolul, és, és ezért nagyon örülök, hogy abból van egy ilyen példányom, és egyébként engem izgatnak ezek a külföldi és magyar kiadások közötti különbségek. Illetve a Jane Eyre-ből is volt két kötetem, de megszereztem a lazisat, ami tökéletes, és utána kiselejteztem a másikat, mert az a Lobúd járva néven megjelent könyvmolyképzős kötet, amit én azért vettem meg, mert hülye módon azt hittem, hogy ez egy másik könyv az írótól. Nem tudom, mert hittem ezt, de az a Jane R csak egy ilyen ifjúsági verzióban, mert hogy két címen is megjelent, és ezért utána azt ki is raktam a selejtezésre váró könyvek közé, mert nem is akarom látni. A Jane az nekem Jane tökéletesen megfelel, szóval ilyenek történnek velem, amiért dupla példányom lesznek a kötetekből. Megmutatom akkor őrült férjem gyűjteményét a Scar Erről is van egy külön videó, amiben már beszélünk erről a könyvről is, meg az új Red Hat könyvről is. És akkor neki ez a régi Scar Tissue kiadás volt meg, antikvárként szerezte be talán tizenvalahány ezer forint volt. Nagyon kereste ezt a könyvet, mert ez nagyon szerette, ez Anthony Keeley, szerethetséli Peppers énekesének az önéletrajzi kötete. És akkor megvolt neki ez, olvasta is már, és utána elmentünk Angliába, és ott megtaláltuk ezt. Ennek az angol kiadását, ami nagyon-nagyon szépen néz ki szerintem, nagyon igényes ez a könyv, nagyon jól néz ki, ugyanazt tartalmazza, ugyanolyan képekkel, Kérdezte is, hogy megvegye, hát már van neki otthon egy skártissú, mondtam, hogy hát persze, hogy vedd meg, ez egy nagyon fontos kötet a számára, miért ne lehetne belőle egy angol verziója is. Bele is olvasott egyébként, szóval azt sem mondhatjuk, hogy csak úgy megvette, hanem tényleg ebbe is beleolvasott. És akkor a napokban megjelent Anthony Kidis javított kiadás, szkártisúja, ami egy újabb szkártisú. ez viszont már puha fedeles, nem úgy, mint az első magyar kiadás, és hát nagyon hasonlóak annyi a különbség, hogy rá van írva, hogy javított kiadás. Azt nem tudjuk, hogy mit javítottak rajta, de az biztos, hogy a képek egyben legesleg hátra kerültek. Egyébként majd valószínűleg el fogja olvasni Bence ezt a kiadást, hogyha újra olvassa ezt a könyvet, és akkor majd meg tudjuk, fogalmas is mit kellett ebbe javítani, lehet, hogy csak hibákat javítottak benne, nem tudom. És így van nekünk a Scar tissue három darabunk már itthon. Biztos vagyok benne, hogy nektek is van otthon legalább egy könyv, amiből valahogy több példányotok lett. Én nagyon kíváncsi vagyok a történetetekre, úgyhogy írjátok meg mindenképp. Ennyit szerettem volna mára. Sziasztok!